Edzőjével Winkler Andorral beszéli meg a következő időszak programját és a várható versenyeket Borombós Attila. A Gyulai Sportegyesület vívója a tavaly megszerzett ezüstérem után idén még magasabbra tette a lécet a veterán országos bajnokságon, vagyis az év legfontosabb hazai versenyén, hiszen a férfi párbajtőr egyéni 50 pluszos kategóriában az első helyen végzett. A bajnokság nem úgy indult, hogy ennek jó vége is lehet. A selejtezőkön Borombós Attila olyan ellenfelektől is kikapott, akiktől korábban soha. Ezen egy picit úgy fel is bosszantottam magam, és talán ez volt a jó momentum ahhoz, hogy utána az egyenesági szakaszban egy picit összeszedjem magam, főleg mentálisan, és szerencsére így is sikerült. Úgyhogy utána volt egy olyan versenyzőtársam, aki nagyon-nagyon megvert a selejtezőben, és ezen felszívtam magam, és őt mindenképpen meg akartam verni, ez volt a fő motivum bennem, vagy motiváció bennem, amit utána sikerült is megtennem. A verseny egyenes kieséses szakaszában már minden jól alakult, a döntőben pedig egy olyan versenyzővel, Kámány Rolanddal mérkőzött, aki remek napot fogott ki, és a szünetben még 6-4-re vezetett, de végül a gyulai vívó jobban bírta az intenzív asszó tempóját. A magyar szenior 50 plusz párbajtőr kategóriában jelenleg én vezetem a listát, az éves ranglistát, és ez a továbbiakban persze még lesznek versenyek, B kategóriás versenyek, ahol pontokat és szenior versenyek, válogató verseny, még két válogató verseny lesz tavasszal, és utána pedig az Európa bajnokságra kikerülés a tét, hogy az első 3, illetve 4 versenyző indulhat az Európa-bajnokságon. Tehát igazából a pozíciók megtartása a lényeg a további versenyzésben, és utána pedig, ha sikerül kijutni, akkor az Európa-bajnokságon minél jobb eredményt elérni. Borombós Attila számára tehát a jövő évi Európa-bajnoki részvétel a cél. Addig persze még több versenyen is jól kell szerepelnie. Ennek érdekében heti 5 edzéssel készül.